Gianluigi Buffon a Juventus kapujában, ebben semmilyen meglepetés. Grigera, Melberg, Chiellini, Molinaro, Salihamidzic, Marchisio, Thiago, Giovinco, Iaquinta és Del Piero. Ez tehát Claudio Ranieri kezdőcsapata. Ez azt jelenti, hogy Pavel Nedved csak a kispadon van, akár csak Dávid Trezeguet. És van jó néhány sérültje is a zebráknak, ezekről majd egy kicsit később beszélek. Ime a vendégcsapat összeállítása, Sorrentino véd majd, Sardo, Moreiro, Yepes, Mantovani, Luciano, Rigoni, Marciolini, Pinzi, Pelissier, illetve Bogdani. Legrotálje Cristiano Zanetti, Sissoko és Amarui viszont továbbra is a sérült listán van. Luciano tette hátra. Ez jó lehet, jön ki Buffon, óriási gólhelyzet, vezet a Chievo! Pelissier góljával! Hát ez aztán azt gondolom, hogy igazi ébresztő lesz majd az zebráknak. Egyébként is Pelissier az, akit leginkább tarthattak a Juve védői, nagyon okosan csinálta. Egy hosszú indítás, óriási hiba. Jön ki Buffon, de rossz ütemben elviszi mellette Pelissier. Nagyon okosan gurít a hálóba. És Chiellinit kell most megdorgálni, aki eddig a Juve védelmének oszlopa volt. De hát néha az oszlopok is leomolhatnak. Pelissier 7. gólja a szezonban. Hát most lesz nagyon izgalmas a mérkőzés. Yepes a legismertebb játékos a Chievónak, 60-szoros kolumbiai válogatott. Chiellini fejeli vissza. Thiago szép mozdulat a sarokkal, kapufal, gól! Chiellini egyenlít a 34. perc elején. És ezzel jóvá teszi a hibáját. 1-1. Elemi erővel lőtt a hálóba a kapufa segítségével. Chiellini úgy, hogy ugye a szögletnél előre húzódott fejelni. Szerencséje is volt. Camoranesi sarkazott, és egy pattanás után szinte drobból előtte Chiellini. Hát egykori csapatának hálójába talált be a hátvéd. Chiellini 4. gólja a szezonban. Molinaro. Dobás. Giovinco. Del Piero már lépegetett befelé. Elegáns megoldás Yepestől, Luciano. Alányul is jó labdát ad. Rá lehet lőni, ott a második Chievo gól! Hihetetlen, és megint Pelissier! Szinte tükörképe volt az első Chievo gólnak, az is egy hosszú labda. Pelissier nagyon gyors, lefutja emberét, és begurítja a labdát. Lehet, hogy Pelissier nagy napja ez a mai. Luciano adja a labdát, hihetetlenül gyors Pelissier. Sokkal, de sokkal gyorsabb, mint Melberg. Hát gyakorlatilag Melberg, mintha a század elejéből hozták volna valamik régi mérkőzésről kölcsönözve. Szinte állva hagyták a svéd fiút. Nem Buffon nyakába varnám ezt a gólt elsősorban, hanem Melberg a hibás. Megint vezet a Chievo. Yepes. Super Mario-nak, illetve El Rey-nek, vagyis a királynak becézik Yepest. Megbízhatóan teszi a dolgát a kolumbiai. Zebina. Thiago. Camoranesi. Marchisio. Molinaro. Eddig tökéletes támadás. Egy visszafejelt labda, gól! Hogy aztán kint pattan meg utoljára, azt nem tudom, minden esetre másodszor is egyenlít a Juventus. Camoranesit ünneplik a többiek, na nézzük meg a lassítást.
Jól jön be Molináró labdája. Hát ez inkább öngól. Ott van Camoranesi, lefejeli labdát. Egy és lehet két védő is hozzáér még. Ez egyértelmű öngól, hiszen megváltozott a labda útvonala. 2-2. Itt Torinóban a Chievo még soha nem szerzett pontot bajnoki mérkőzésen. Igaz, hogy voltak nagyon szoros vereségei. Zebina. Ő reagált a legkorábban. Camoranesi a bal lábán a labdáztan átteszi a jobbra. Nagy cselek, jó beadás, gól! Vezet a Juventus! Vincenzo Iaquinta fejes góljával. Hát sokat dolgozott a Juventus ezért a gólért. Camoranesi mind a három gólban benne van. Egy picit megnyugodhat Ranieri mester is. Megrázta magát Iaquinta. Remek labdát kapott, nem volt les. És a kapus ugyan átért a hosszú oldalról, de pont odafejeli a helyére a labdát Iaquinta. 7. gólja Vincenzo Iaquintának a szezonban. Camoranesi tulajdonképpen nem szerzett gól, de én azt gondolom, hogy eddig ő a meccs embere. Finoman szóval nem játszott élete csúcsformájában eddig Iaquinta, de lehet, hogy győztes gólt szerez. Na, ki nyeri ezt a párharcot? Hát nem Melberg, az biztos. Langella. Még mindig Langella, benne van még erő. Langella középre! Ott az egyenlítés! Elképesztő! Egy újabb fordulat már a hosszabbításban. Pelissier mester hármasa. Ő a forduló embere, akármi történik. Langella elviharzott a bal oldalon öles léptekkel, bejutott a 16-oson belőle, és nagyon okosan átívelt a hosszú oldalra. Ott pedig jött egy másik Chievo játékos. Ki más, mint Sergio Pelissier. Pelissier élete mérkőzése. 3 gól Torinóban a Juventusnak. Pedig ez már